Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió híradóját látják. Már is mutatjuk legfontosabb híreinket. 500 alkalmazott és 5 milliárdos éves bevétel elérése a cél az újhelyi magyar tulajdonú gépipari beszállítónak. Biztonságpolitikai előadást szerveztek Sárospatakon. Madarak a konyhában. Hamarosan új formában látható a Kazinczy Ferenc Múzeum természetrajzi kiállítása. Megközelítőleg 3 milliárd forintos bevételt könyvelhet el a 2015-ös év végén a Sátoraljaújhelyi Certa Kft. Ezt Farkas János tulajdonos ügyvezető igazgató mondta el azon az évértékelő értekezleten, amelyre a város polgármesterét és képviselő testületének tagjait hívták meg. Itt az is elhangzott, hogy az árbevétel és a foglalkoztatotti létszámban 2018-ig nagyot szeretne előrelépni a cég, ezzel is biztosítva hosszabb távon annak működését. Az elmúlt években folyamatos fejlődés figyelhető meg a Sátoraljaújhelyi Certa Kft.-nél. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az év végére várhatóan eléri a 3 milliárd forintos bevételt a cég. Ezt is kiemelte évértékelőjében Farkas János tulajdonos ügyvezető igazgató. Hozzátette, ma több mint 300 főt foglalkoztatnak. 2018-ra ezt a létszámot 500 főre szeretnék bővíteni, azzal együtt, hogy a bevételt 5 milliárd forint közelébe szeretnék emelni. Hagyományosan egy nagyon komoly ipari szervezete cége volt a városnak a 1900-as évek elejétől napjainkig is. Többféle termék specifikációval, többféle létszámmal, hiszen, mint hallottuk, a létszám csúcs 1800 dolgozó volt, ami azt hiszem, hogy még emléknek is szép. Bárcsak most is lehetne ez hasonló létszám, de én azt hiszem, hogy egy olyan fejlődési pályán van jelen pillanatban a cég, és reméljük, hogy így is marad, ami egy biztos stabil növekedést jelenthet a következő években. Ez bevétel szempontjából, fejlesztés szempontjából is igaz, de igaz lehet a létszám kapcsán is. Mindezek mellett új csarnok építésbe is szeretnének belefogni, amely szintén 2018-ig készülne el. Sátoraljaújhely város polgármesterét, valamint a képviselő testületének tagjait erről is tájékoztatta Farkas János. Eddig is pozitívan gondolkoztunk, és optimisták is vagyunk, és fogjuk is a fejlesztést továbbra folytatni, ez egyértelmű. Úgy gondolom, hogy alapvetően nem kell változtatni azon az irányon, amit lefektettünk az elmúlt 5-8 évbe. Továbbra is szeretnénk a technológiát korszerűsíteni, modernizálni, szeretnénk a kapacitásainkat tovább bővíteni, mind alumíniumöntés, mind pedig forgácsolás tekintetében. Nagyon fontos, hogy a szerszámgyártásunk, illetőleg a termékfejlesztésbe olyan új szemléletet, technológiákat tudjunk meghonosítani, amelyet a vevők igényelnek, és amely a költségcsökkentést tudja realizálni az ő irányukba, és nekünk meghagyja azt a nyereséget, amiből tudunk fejleszteni. A megbeszélést üzemlátogatás követte. Ennek kapcsán az is elhangzott, hogy a Certa Kft.-nek több olyan tényezővel is számolnia kell, amelyek most kevésbé kedvezőek számukra, és amin változtatni szeretnének. Így például szükségük van fiatal szakemberekre annak érdekében, hogy a terveik megvalósuljanak. A meghívott vendégek az üzemlátogatás során teljes képet kaphattak a cég által végzett munkáról, a fejlesztéstől a kivitelezésig. Dr. Bátori Gábor biztonságpolitikai szakértő tartott előadást Sárospatakon. A 21. század biztonsági fenyegetései az Iszlám Állam címmel napi aktuális kérdésekről mondta el véleményét és adta át ismereteit a hallgatóságnak. Az előadást nagy érdeklődés kísérte, amelyet a Múzsák templomában hallgathatott meg a közönség. Dr. Bátori Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum Nyírbátori Bátori István Múzeumának fő múzeológusa, hadtörténész és nem utolsó sorban biztonságpolitikai szakértő. Előadását, melyet Sárospatakon hallgathattak meg az érdeklődők, napi aktuális kérdés kapcsán tartotta meg. A 21. század biztonsági fenyegetéseiről, azok között is kiemelten az Iszlám Állam kérdéskörében tartotta meg. Szükséges megismerni a szabad társadalmaknak
azokat a fenyegetéseket, ami itt a hidegháború lezártával a 90-es évektől kezdve azért itt vannak körülöttünk, és ugye úgy léptünk itt a 21. században, hogy ezek a fenyegetések, a biztonsági fenyegetések nem csökkentek, hanem sokasodtak. És ennek az ismerete, vagy ezt a fajta látásmódnak a közvetítését feltétlenül ismerni kell az embereknek, mert például Nyugat-Európában, vagy Egyesült Államokban minden egyetemen, főiskolán egy évet biztonságpolitikai kurzus hallgatásával kell hallgatóknak eltölteni, mert meg kell ismerni ezt a globális világot, amiben élünk, vagy ők is akarnak tevékenykedni. A vendégelőadó legfontosabb szándéka az volt, hogy elsősorban szemléletváltást hozzon, és segítsen a jelenlévőknek eligazodni azok között az információk között, amelyeket a híradásokban feléjük közvetítenek. Értékelni mi nem fogunk, hanem egyszerűen információk özönében, amiben élünk, azoknak a hátterét egy kicsit, vagy az összefüggéseket egy picit megmutatni, hogy ne a szenzáció hajhászás szintjén maradjanak meg a dolgok, hanem egy kicsit mögé is lássanak, vagy lássanak olyan hálót, vagy hálózatot, amiben el tudnak fogalmakkal is boldogulni, önmaguk is, vagy utána tudnak aztán majd nézni, vagy úgy fogják majd a médiában hallottakra tekinteni, hogy akkor ez hogy is van, mit is hallottunk, vagy mire kell még esetlegesen figyelemmel lennünk. Dr. Bátori Gábor előadását nagy érdeklődés kísérte. Hogyan kerülnek madarak a konyhába, vagy hüllők a fürdőszobába? A Kazinczy Ferenc Múzeum új most készülő természetrajzi kiállításában a hagyományos bemutatási lehetőségtől eltérő installációkkal készülnek. Négy kiállító térben Zemplén természettudományos ismereteit, földrajzát, állat- és növényvilágát ismerhetik meg a látogatók. A tárlat tervezői most is számos múzeum pedagógiai lehetőséget és interaktív ismeretszerző lehetőséget építettek be a bemutatóba. Egy zempléni kirándulásból hazatérő család élményei dolgozza fel a PIM Kazinczy Ferenc Múzeumának új természetrajzi kiállítása. Az intézmény felújítása után már nem állították vissza a korábbi tárlatot, ám a meglévő preparátumokat, közegyűjteményeket, fotókat sem szerették volna végleg a raktárba helyezni. A korábbi ismeretanyagot felfrissítve egy a hagyományostól eltérő installációban mutatják meg azokat a közönségnek. Négy fókuszpont van a négy teremben, és ehhez egy sajátos installációs elképzelés, egy lakástereiben fogjuk megismerni ezeket a tájakat. Nagyon sok mindent lehetett volna választani ebből a nagyon-nagyon színes tájból, de megpróbáltuk kijelölni, tehát itt az erdőség, a szőlővidékek, a vizes élőhelyek és a geológiai múlt az, ami nagy hangsúlyt kap. Nem a természet négy fal közé szorítása a cél, hanem egy érdekes, ismeretbővítő bemutatótér létrehozása, amely azoknak is érdekes, akik jól ismerik ezt a vidéket, és még érdekfeszítőbb azoknak, akik turistaként érkeznek Zemplénbe. Van egy képzetbeli család, aki elmegy kirándulni, és előtte megtervez magának egy kirándulást, és ugye a kiállítás ajánl 3 túraútvonalat, és aztán, amikor hazamegy, feldolgozza az élményeket, hogy miket fényképezett, miket láttak, esetleg miket gyűjtöttek, és a kiállítás pont erre az élményfeldolgozásra fókuszál, és ezért van az otthoni környezet, hogy hazamegyünk, és akkor megbeszéljük, hogy milyen jó volt. A kiállítás létrehozói természetesen a múzeum pedagógiai foglalkozásokra is gondoltak, amikor az installációkat tervezték. Számos olyan dolog van, ami a szokásos kiállítás mindent egyből megmutató tálatán túl van, ez pedig az, hogy dolgokat elrejtettünk a térben. Itt bútorok vannak, amelyekhez hozzá lehet nyúlni, fiókok, amiket ki lehet húzni, vagy más módon megnyílnak előttünk. Tehát ezek egy kicsit ilyen rejtettek, amik a kíváncsi embereknek lehetőséget ad, hogy olyanokat is lássanak, amit nem tettek ki eléjük, tehát egy némi kis mozgásra és öntevékenységre készítjük a látogatókat. Az új tárlatot december 8-ától lehet majd megtekinteni a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A hagyományoknak megfelelően idén is fizika becslési versenyre várták a középiskolás diákokat. A helyszín pedig természetesen a Sárospataki Árpád vezérgimnázium volt.
Idén 21. alkalommal összesen 14 határon túli és hazai csapat mérte összetudását. A verseny feladatainak központi témája pedig a fény volt. 1995. januárjában rendezett első alkalommal fizikabecslési versenyt a Sárospataki Árpád vezér gimnázium, mint akkor a legfiatalabb oktatási intézmény. Ez a versenysorozat azóta is töretlenül zajlik évről évre. Éppen ezért nem is csoda, hogy visszatérő és új csapatokkal, versenyzőkkel egyaránt találkozhattunk ezen az összejövetelen. Talán még mi magunk sem gondoltuk, hogy ez a versennyel egy olyan hagyományt teremtünk, ami már 21. alkalommal kerül megrendezésre. A fizikabecslési verseny sikerének köszönhetően azonban maga a rendezvény 2001-től bővült, és a korábbi határon túli testvériskolák számára megrendezett versenyhez csatlakoztak az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő iskolák intézményei is. Így ennek köszönhetően jelenleg 6 határon túli testvériskola csapata mérkőzik meg egymással, illetve 8 Arany Jánosos tehetséggondozó program iskoláinak a diákjai vesznek részt ezen a megmérettetésen. El kell azonban azt is mondanom, hogy nem csak fizikabecslési versenyre kerül sor a mai napon, hanem a határon túli testvériskolák küldöttségei szavalókat, népdaléneklőket, illetve rajzosokat is elhoztak, és mind ezek a versenyek, mind pedig a fizikabecslési verseny a fény évének a témaköréből merítkezik, ehhez kapcsolódó feladatokat kaptak, illetve ehhez kapcsolódó alkotásokat kellett bemutatni. Ebben az évben is egy témaköré csoportosultak a feladatok, szóban és írásban egyaránt. Ezt az évet nemzetközi fizika évének nyilvánították az UNESCO, és Magyarországon is áprilisban volt ilyen, hogy a fény éve, ennek alapján döntöttük el, hogy most mi szintén a fény éve keretében rendezzük meg ezt a fizikabecslési versenyt. És ebben az évben minden kísérlet a fényhez kapcsolódik, tehát fénnyel kapcsolatos kérdések a totó kérdések, fénnyel kapcsolatos az összes szóbeli kérdés. Az idei versenyen összesen 14 csapat mérte összetudását. Évet értékelt a Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány. Ennek kapcsán kiderült, hogy 2015-ben is eredményesen pályázott a civil szervezet több területen is, aminek köszönhetően 3 a Művelődésháza és Könyvtára keretében működő műhelynek tudtak segítséget nyújtani. A Közművelődési Intézmény kamarakórusa, a 8-kor színház, valamint a Bodrog Néptánc Együttes szakmai munkáját tudták ilyen formában segíteni idén is. Három előadó művészeti csoport tevékenységének támogatása a legfontosabb célja a Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítványnak. A civil szervezetet még 1991-ben hozták létre a Művelődésháza és Könyvtára vezetői. Azóta elsősorban a háttérben dolgozik az alapítvány annak érdekében, hogy a pályázati források elnyerésével többek között a 8-kor színház, a Bodrog Néptánc Együttes, valamint a Művelődésháza és Könyvtára kamarakórusa tevékenységét támogatni tudja. Ha összeadjuk ezeket a létszámokat, akkor 60-80 ember körülbelül az, ami közvetlenül is érintett ilyen módon, de emellett előfordul, hogy gyermektánc csoportokat is be tudunk vonni, egy-egy programba tudunk segíteni, vagy éppen más, most legutóbb éppen arról beszéltünk, hogy alkotó művészeket, tehát nem előadó művészeti csoportokat, hanem tárgyi alkotó művészeket is hogyan tudunk esetleg a közeljövőben bevonni az alapítványnak a tevékenységébe, illetve hogy hogyan tudjuk segíteni az ő tevékenységüket. Az alapítvány tevékenysége ebben az évben is több módon segítette az érintett szakmai műhelyek munkáját. Vannak olyan források, amelyeket csak civil szervezetek érhetnek el. És én azt gondolom, talán amikor létrehozták ezt az alapítványt, akkor már az volt a cél, hogy ezeket is próbáljuk mozgósítani annak érdekében, hogy az amatőr művészeti csoportoknak a munkáját tudjuk segíteni vele. Illetve hát azt gondolom, hogy több lehetőség rejlik így éppen ebben, de hát nem csak erről van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy pályázunk, hanem most már rendezvényeket is létrehoztunk, segítettünk,
szintén természetesen az amatőrművészeti mozgalommal, vagy amatőrművészeti tevékenységgel kapcsolatosan. Tehát egy kicsit kiléptünk ebből a háttérmunkából most ősszel, hiszen egy őszi alapítványi napunk is megvalósulhatott itt a Művelődés Házában. Az alapítvány 2016-ban a pályázati lehetőségekhez mérten a csoportok mellett új területen is szeretne támogatást nyújtani a helyi amatőrművészeknek. 35 éve szűnt meg a hegyközi kisvasút. A helyi vasútbarátok kezdeményezésére Pálházán kiállítást szerveztek a meglévő relikviák, fotók, makettek bemutatásával. A megnyitón dr. Lénárd György nyugalmazott erdészeti igazgató tartott előadást, amelyben bemutatta korábban a hegyközi, bodrogközi vasútvonalak történetéről szóló könyvének bővített kiadását is. 1980. november 29-én szállított utoljára utasokat a hegyközi vasút. Néhány napra rá a síneket is elkezdték felszedni Sátoraljaújhely fő utcáján, ám csak a sínek tűntek el nyomtalanul. Az emberek emlékezetében még több mint 3 évtizeddel is él a kisvonat. Utódját, az erdei kisvonatot dr. Lenár György akkori erdészeti igazgató kezdeményezésére indították újra. Ő írt könyvet is a bodrogközi hegyközi vasútvonalak történetéről, megszüntetésük körülményeiről. A 35. évfordulóra a könyv második, bővített kiadását mutatták be Pálházán. Azok, akik most is foglalkoznak ezzel, ők is nyilatkoznak ebbe. Az erdei vasútnak a főnöke az utódom, aztán még többen vasút szerető fiatal emberek elmondják az ezzel kapcsolatos véleményüket, élményeiket. Tehát ez lett a bővítés végeredményben, a kiadásnak a bővítése ezzel oldódott meg. A kisvonat emlékét vasútbarátok őrzik. Relikviáikból, fotóikból, makettekből készített kiállításuk is megtekinthető a Pálházi Művelődési Házban. Én például a hitanos gyerekeket is mindig kiviszem a mozdonyhoz Fűzérkomlóson, amit 5 éve hazahoztunk, és mindig mesélek a kisvonat történetéről. Azért éltetem bennük ezt, mert ha már lehet, hogy mi még nem, de lehet, hogy ők még megérik az ő életükben, hogy egyszer újra elindul ez a kisvonat. A Pálházi Állami Erdei Vasút Pálházától Rostallóig szállítja az utasokat. Ahogyan azt sokszor megfogalmazták már, a legolcsóbb és legkörnyezetbarátabb módja annak, hogy sok ezer ember eljusson Kőkapura, élvezze a hegyközi erdőség szépségét. De a helyiek is szívesen használják a vonatot. Nagyon szeretik az emberek, a helyi lakosok is, a kisutaiak általában a vásárlásra bejönnek vele Pálházára, de a pálházaiak is sokan, iskolások, felnőttek, gyerekekkel, unokákkal, Kőkapura eljönnek, feljönnek, visszajönnek, ott játszanak, játszótéren a gyerekekkel, szóval igénybe veszik még nagyon sokan, és szeretik ezt a kisvasútot. A kisvonat emlékét sok vasútbarát őrzi. A Zempléni Vasútbarátok Asztaltársaság tagjai szeretnének állandó kiállítási helyszínt találni az évek során összegyűjtött emlékeiknek, melyek a hegyközi bodrogközi vasúti közlekedés múltját mutatják be. Híradónk végén főbb híreink még egyszer. 500 alkalmazott és 5 milliárdos éves bevétel elérése a cél az újhelyi magyar tulajdonú gépipari beszállítónak. Biztonságpolitikai előadást szerveztek Sárospatakon. Madarak a konyhában. Hamarosan új formában látható a Kazinczy Ferenc Múzeum természetrajzi kiállítása. Kedves nézőink, híradó után időjárás jelentés, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen kellemes az estéjük, viszontlátásra!